Basszus! Forró, mint egy kályha. Mintha lángok nyaldosnák a lábamat. Au! A lábkörme akár a penge. Mennék valamit, de az ágyban nincs evés. Hülye szabály. Csak egyszer volt hangyánk. De jó, végre elalszik. Beindul a nyálfolyam. Viszket a térdem. Csak egy kis vakarás. Marshall! Marshall, aggódom. Nem akarom, hogy elváljunk. Ó, kicsi. Szívem, ő Dawn. Mi meg mi? Az új alvási szokásunk csak közelebb hoz minket. Na, húzás az ágyamból. És ha legalább összetolnánk őket? Persze. Oké. Okay. Ja, hogy az ágyakat? Nem, azt nem szeretném. Miért nem? Baby, az életemnél is jobban szeretlek, de tűzforró a tested. Csodálom, hogy nem gőzt pisilsz, mikor óránként kimész. Veled se egy piknik együtt aludni, leszámítva a kaját és a hangyákat, de mégis melletted akarok aludni. Miért? Hogy egész éjjel rugdos és pofozgas? Esküszöm, ahogy elalszol, mintha nőne még pár végtagod. Olyan vagy, mint egy hindu isten, Ganesha. Akkor összetoljuk őket. Még mindig az ágyakról van szó? Nem. Bújj be. Ez jó. Aha. Na, ideje menni. Mi? Jaj, ne haragudj. Ez csodás volt, remek voltál, de holnap korán kelek, szóval... Most kirúgsz az ágyból? Tudtad, hogy így lesz. Lili, várj. Vidd a pucsit is, ügyes trükk. It should be boredom by now. I know the trick.